különböztetésmentes szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, innen jelentkezünk. 8. nemzetközi Sziaszt a világbajnokság, a negyed döntő küzdelmeibe kapcsolódunk be, képen a nagy esélyes magyar versenyző, Ciprián Krisztián látható, aki zseggekora ellenére igen tekintélyes nemzetközi rutinnal rendelkezik. 3-szoros világbajnok, 6-szoros Európa-bajnok, 122-szeres összetett megyei győztes. Tavaly a döntőben tudta csak útját állni a ciprusi Cipros Ciprianis, aki most sérülés miatt nem indul a tornán. Ciprián kiváló formában érkezett, hasznosnak bizonyult a tatai edzőtábor, és jelenleg holt versenyben az olasz Ráncottival és a lengyel Ciprovskijjel világcsúcs tartó is a magyar fiú, illetve pillanat, most kaptuk az információt, hogy megdöglött az olasz, és a lengyel is átálmodta magát a túlvilágra, így mivel mindkét rivális életét vesztette Ciprián, most egyedül a világcsúcs tartó 36 óra 42 perc 20 másodperccel. Ezt elnézve kiváló teljesítményét alig, hanem meg is dönti. Ma túl vagyunk a délelőtti rövid programon, melyet az ebéd előtti, ebéd közbeni és ebéd utáni Sziaszta követett. Most a szemmel láthatóan roppant izgalmakban bővelkedő késő délutáni alvási periódusba csöppentünk éppen, ahol is a mi fiunk a horvát Ciprovicsal van óriási versenyben, aki természetesen egy hangszigetelt, sötét kamrában húzza a lóbőrt, immáron 22 órája. Hátra van még a kora esti, alkonyati és az éjszakai hosszú program, ami versenyzőket elnézve óriási izgalmakat tartogat. Na, most mintha megmozdult volna a bajszta Cipriánnak, de nem, mégsem úgy tűnik, ez csak az. És a horvátot megint egy közben szabálytalan alvópózváltásért. Na kérem szépen, itt a lehetőség. A horvát amúgy is megsérült a bemelegítő mosakodásnál. 22 óra 13 percnél jár most. Ciprián meg lesz-e? Meg lesz-e? Az elődöntőn némi fülmozgás tapasztalható, de ez még a szabályok értelmében megengedett természetesen. Horváth nagyon fárad, a kettesen nagyon fárad. Meg lesz-e Cipriánnak, óriási bravúr lenne, ez már a negyedik VB győzelme felé halad. A Sziámi, a Perzsa és a Kopasz macskák után képes lesz-e túlaludni Ciprovicsot a magyar titán? Ez itt a kérdés. Ilyen és ehhez hasonló szemöldök, illetve bajusz, netán fülmozgásokat is láthatnak majd a kedves nézők az esti összefoglalóban, valamint bazohistábbak a teljes versenynap végtelenül érdekfeszítő és legalább ilyen fordulatos történéseit is figyelemmel kísérhetik a Csakra TV éjszakai adásában. Közben egy óriási meglepetés a másik ágon, kiesett a gorosz, kérem szépen, Jevgenyij Ciprovics. Jevgenyij Ciprovics, aki 2 másodpercre kinyitotta a szemét, és ez szabályok értelmében a kizárás vonja maga után, így óriási meglepetése a kínai Li lesz ott az elődöntőben. Hát ez nem várt fordulat, kérem szépen, és ezzel a mi fiunk esélyei is igen jelentősen megnövekedtek. De egyelőre búcsúzunk innen, visszakapcsolunk, amint bármi fordulat áll be a versenyzők állapotában, úgymond, egyelőre a viszontlátásra stúdióban.